Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál előrinz Dorotit hallják, és vendégem dr. Kis László, Obuda megyer polgár polgármestere, és hát december harmadika óta beköszöntött az advent, és meggyújtottuk az első gyertyát, és ez azt is jelenti, hogy megjelentek az adventi vásárok, az adventi forgatag, és hát hol máshol, hanem Óbudán is a klasszikus mindenki által szerintem évről évre vár csodálatosan kidíszített főtér és a környéke, hát belengte az adventi hangulat. Ugye ez hagyomány már Óbudán, hogy a főtér és az ahhoz kapcsolódó programok megnyílnak. Mivel készülnek idén? Üdvözlök mindenkit. Több évtizede de azt lehet mondani, hogy az ország egyik legnagyobb vására az Óbudai adventi vásár, és Budapest második legnagyobb vásáról beszélünk, tehát nagyon fontos szerintem Budapest kultúrája szempontjából is ez az alkalom. Mielőtt erről egy kicsit beszélnék, nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy egyre nagyobb ö, energiát forcunk arra, és ez talán újdonság évek óta, hogy kisebb legyen magának a vásárnak a környezeti lábnyoma. Hm. Ennek alapvetően több eleme van. Az egyik, hogy a vásár szörmementes, a másik pedig, hogy repoharat használunk ö, már évek óta, amelynek hatására jelentősen csökken a hulladék ö, mennyisége a vásár területén. A többi ö, ilyen repoharas ö, tevékenysége mellett azt lehet mondani, hogy itt azért kicsit más rendszer van, itt nincs ilyen tokenezés, meg nem tudom mi, aki a repoharat hozza bármilyen korábbi vásárról is, egyébként azt nyugodtan tudja használni, illetve hát vissza tudja váltani mm. akár a korábbi mm. repoharaikat, és akár a mostani repoharaikat is a vásár területén azonnal is. Mm. Hát a harmadik fontos, hogy külön kérjük mindenkit, hogy lehetőleg ne autóval közelítse meg a vásár területét, hogy a, egyrészt a helyiek parkolási problémáit ne súlyosbítsuk, mm. másrészt, hogy a környezeti terhelés kisebb legyen. Ezek nagyon-nagyon fontosak, amire, amire mindenkinek fejlődik a figyelmét. És hát ami látszik, hogy egyrészt a jégpálya idén is parádés, az adventi fények pedig szerintem a legszebbek, amelyek a Budapesten láthatóak. Úgyhogy ha a programokért nem is, vagy a finom falatokért, az érdekes vásári holmikért nem is, akkor a jégpályér, vagy pedig a fényekért, vagy a hangulatért érdemes kilátogatni a harmadik kertbe a főtére, és más területekre is. Igen, mert hogy Óbudának és ez mindig is fontos koncepció volt, hogy ne fókuszálódjon az adventi hangulat csak a főtérre, hanem bevonja az egész kerületet. Tulajdonképpen hol vannak még egyéb események? Ugye a, nagyon fontos, hogy a harmadik kerületben, a Békás Megyeren is, a közösségi téren nagyon sok rendezvény várja az oda látogatókat, de emellett ott is a Békás Megyere közösségi téren is ugyanúgy van jégpálya, mint a, a főtéren. És hát és szeretettel várunk mindenkit, de az Óbudai Kulturális Központban is folyamatosak a programok. Például december 9-én, ami egy szombatnapon 7 órakor egy ilyen humoros, munkatársas nevű közösségi program, majd 10-én vasárnap 11 órakor a rendíthetetlen ólom Katonát láthatjuk. És hát az Óbude Kultúrás Központ tovább folytatja ezt az ünnep és közösség témakört december 14-én hétfőn órakor egy ilyen pszichológiai előadással. De Kaszásdülőn szintén vannak programok. December 8-án pénteken adventi kézműves foglalkozás 5 órakor kezdődik. December 9-én pedig Hobó meghívás a Bluzra című szerintem fergeteges előadását láthatjuk december 16-án szombaton pedig hangszer simogató lesz négy órától, amikor Bársony Bálinti zenekara népi és érdekes hangszereket mutat be, tehát szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. 16-án, december 16-án szombaton 5-től pedig adventi fényfestés lesz, ami hát szintén egy csodálatos program a 3K előtt, tehát a művedési ház előtt. Majd hangutazás és hangfürdő december 16-án szombaton 18.30-kor. A Békásmegyeri Közösségi Házban is természetesen lesznek programok. Ez a közösségi tér, ez képest a másik oldal ugye Csobánka téren Békásmegyernek. Itt december 11-én Iván Csicsiron és Ábrahám Edit műsorát láthatjuk. Majd december 13-án tól gyakorlatilag adventi hangulat, az adventi felkészülés jegyében, a várakozás jegyében az Óbudai Fotoklub, amely egy nagyon híres és számos diát kapott fotoklub a kiáltását láthatjuk. Nagyjából azt lehet mondani, hogy december 13-tól március 30-áig, tehát nagyon-nagyon sokáig, és hát a kolompos együttes december 15-én pénteken érkezik. Rengeteg program várja az embereket a főtéren kívül is. És hát a Karácsony és az adventi készülődés egyik főszereplője az a Mikulás, és ő is ellátogat, milyen módon teszi ezt Tóbudára? Hát gyakorlatilag hát ez egy meglepetés, hogy a, 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 a Mikulás jön hozzánk, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hát nehéz megszerveznünk, és éppen ezért a, a, a december 1- és 10-e között egy kivilágított faházat üzemeltünk be, ahol egyszerre hat gyereket vár a Mikulás, és mellette egy nagyon szép szelfi pont van, egy fényes, szép szelfi pont van a Mikulással, illetve a Mikulás szányával és a rénszarvassal. Ezért úgy gondoljuk, hogyha valaki itt szelfizik, az talán bevonza a Mikulás látogatását. Úgyhogy mindenki szeretettel várunk a Mikulás házba hétköznaponként 4 és 8 óra között, hétvégenként 10 és 6 óra között. Mert hogy? Biztos, hogy itt lesz a Mikulás. És hát, hogyha jók voltak a gyerekek, akkor biztos, hogy nem mehetnek el majd üres kézzel, mert a Mikulás gondoskodik arról, hogy a megfelelő időben megkapják az ajándékot. Így van, is. de hát viszont azt is el kell mondjam, hogy a krampusz is jelen lesz, tehát aki nem volt jó, az lehet, hogy a Krampusszal is találkozni fog. Na hát akkor hajrá gyerekek, hogy még lehet egy kicsit javítani a, azon a bizonyos mundérbecsületen, hogy ha esett volt rajta év közben. Ugye évről évre készül Óbuda erre az adventi vásárra, és visszatérő vendégek is vannak, hiszen a kerületé, de ugye kerület be is várják a többi kerület lakóit, meg külföldieket is. Ezért óhatatlanul mindig ott van az, hogy egy picit kicsit kell újítani ezen, vagy elég az, amit, amit már megszoktunk, és csak azt tökéletesítjük. Érzem, mi is gondolkodunk, igazából a tematikán nem változhatunk, ami következőről szól. Kelleneek legyenek olyan programok, amelyek alapvetően a gyerekeknek szólnak, ezek nyilván inkább a délelőtti programok, és inkább hétvégén vannak de kell legyenek olyan programok is, amelyek hát mindig változnak és változnak. Ugyanakkor, ami nagyon népszerű, azt nem szeretünk lecserélni, és ezek a gyertyagyújtás körül, itt az esti úgymond nagy koncertek közül. Kettő olyan zenekar van, ami azt lehet mondani, hogy évek óta változatlan. Az egyik a Szent Efrém férfikar, amely, akik a keleti egyházi zenevilágon keresztül a világzeren át elképesztő sorákat szoktak oda varázsolni. A másik pedig a Kaláka együttesnek a Betlehemes előadása, tehát az ezzel kapcsolatos koncertje. Ezek évek óta változatlan programok, egész azért, mert annyira jók, és annyira szeretik őket a kedvet lakói, de azért a többi programon mindig évről évre változtatunk. Tehát fel fog lépni a programjainkon az említett együttesek mellett, a Szenteprémen és a Kalákán mellett, például Takács Nikolas december 10-én 4 órakor, vagy Hevesi Tamás december 17-én 4 órakor, 16-án Grillusz Filmos, az Eszterlánc a muzsikás együttes, december 15-én a Mistral december 22-én Ferenci György, járt hozzánk, december 23-án pedig Janicsák vagy éppen Szulák Andrea, de számos más fellépünk is lesz, azért minden évben igyekszünk megújulni is. Ugye ilyenkor az advent időszakban az adományok és a jótékonyságnak is felértékelődik a szerepe, és ebben sem maradnak el ópután. Így van, nagyon-nagyon nagy hagyományunk, hogy mindig van egy adomány sátor, az adomány sátor alapvetően két, illetve maga az adományozás is alapvetően két típusú adományt tud fogadni. Egyrészt az Óbudai Kutyás Egyesület szervezésében mindig van lehetőség arra, hogy azok az állatmenhelyek, amik hát azt a hiánypótó tevékenységet végzik, hogy ami sajnos hát nem sikerül megnyitottan megoldani, hogy azokat az állatokat, amelyekről nem gondoskodnak a gazdáik és elkóborolnak, vagy éppen kiteszik őket, azok a, menhelyek tudjanak valamiféle segítséget kapni. Illetve a másik, hogy az Óbudai Tanácsadó, Családi Tanácsadó Központ gyűjt össze ilyenkor hagyományosan, december 1-től 17 ig ö, adományokat a rászorulók részére. Rengeteg adomány érkezik. És azt kell, hogy mondjam, hogy van egy kezdeményezésem, amit ö, ö, hála az égnek nagyon régóta tudunk csinálni. Ö, az Óbudai Rehabilitációs Központ, ahol megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatunk, minden évben jelentős mennyiségű adományt ad a kerület szegényei részére, és szerintem egy nagyon csodálatos dolog, hogy a kerületben lakó megváltozott munkaképesség emberek azért dolgoznak, hogy azok, akik, akiknek tényleg csak az ő ajándékaik lesznek az egyetlen ajándék a falat, alatt, azoknak az embereknek boldogság költözön a szívébe. nagyon tisztelem ezeket a munkatársainkat is nyilván, mert, mert csodálatos dolog, amit ők véghez visznek, és, és segítenek olyan családoknak, akik, akik hát nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak de nagyon tisztelem a keret lakóit is, azért, mert özönlenek az adományok, és nyilván nem azért, mert ilyenkor egyébként egy szoktunk kisorsolni az adományozók felé. Az a tapasztalatunk, hogy általában akik egyébként nyernek, meg vannak leppe, hogy hát ők nem is azért adtak adományt, mert kapnak érte valamit, de, de úgy gondoljuk, hogy, hogy ez egy fontos dolog. December 21-én, vagy 22-én pedig a Kutyás Egyesület fog az adomány sátorban, illetve az adomány faházban gyűjtés szervezni, már említett módon a menhelyek számára. Itt van fontos információ a hallgatóknak, hogyha valakiben felmerült, hogy szívesen vinne adományokat, hogy pontosan mit várnak, tehát inkább száraz élelmet, vagy ajándékokat, ajándéktárgyakat, ruhákat inkább. Hát alapvetően, hát nyilván egész pénzbeli adományokra nyilvánvalóan van lehetőség, de emellett konzervet, disztet, cukrot, édességet, tisztítószereket, tehát elsősorban olyanokat, amelyek nem romlandó dolgok. Ruhadományt nem tudunk fogadni a, helyes szűke miatt, és azért gondoljuk elsősorban tartós élelmiszeripari termékekre és cikkekre, mert ezen nem csak a karácsonyát, hanem adott esetben akár egy-két hónapot is tudunk szépé varázsolni az érintett csádok számára. A szociális intézményünk munkatársai pedig eljutatják a rászorulók számára az adományokat. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy itt volt, és hát ugye egy napja tart hivatalosan az Advent, a következő három hét óbudán is az Adventről szól, mert hogy december 1 23-a között fergetegesen színes, csodálatos programokkal várják az odalátogatókat, és közben mi is tehetünk, hiszen azért ez az időszak azon túl, hogy készülődünk, és a szeretetről szól, ugye ezen, ezáltal az adásról és az ajándékozás élményét is fontos átélni bármilyen módon is. Nagyon köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, tartsanak, ha tehetik továbbra is Spirit FM műsoraival a viszonthallásra.